Na most nem csak hangban, de képben is vagyunk, vagyis hát majd utólag visszanézhetőek leszünk. Amikor ezt már nézed, az már nem utólag, hanem a jelen, szóval szevasztok podcastben, szevasztok rádióban. Van egy csodálatos vendégünk, Előd Ámos. Szervusz, szia! A csodálatos jelzőt azt eltettem zsebre, köszönöm szépen. Így reggel nem ezt a faktort érzem az életembe, de köszönöm tovább. Nem vagy ilyen reggeli ember ezek szerint? De nagyon sokáig voltam reggeli ember, és nagyon sokáig voltam éjszakai ember. Ez azt jelenti, hogy naponta nagyon kevés órát aludtam, és ezen változtattam. Volt az életemben egy 10 év, amikor kimondottan ilyen Ironman sportokra készültem, és akkor reggel 6-kor edzés volt, viszont este még előadásom volt. Tehát mondjuk éjfélkor lefeküdtem, és 4-5-kor keltem. Tehát hogy az igen. Azért várjál, de neked a szinkron miatt is volt, nem, hogy hajnali kell, és nem tudom, hogy olyan szinkronok, mikor, sőt, ott éjszakázások is voltak. Voltak éjszakázások, volt egy típusú stúdió, akik csak éjszaka tettek be. Mondjuk úgy, hogy nem a legminőségibb platformokra gyártottak produkciókat, és most nagyon finoman fogalmaztam, meg is szűnt a munkakapcsolat, aztán ez maga az a stúdió is megszűnt, és akkor nekik ilyen fixa ideájuk volt, hogy én leadtam, hogy nekem főpróbahetem van a Nemzeti Színházban, ezért én nem érek rá, mert este 10-kor végzek, és másnap 10-kor kezdek, akkor beraktak szinkronizálni éjféltől reggelőt. Milyen korrektek, hogy ezt így figyelembe vették. Ugye milyen jó fejek voltak, igen, mondtam, hogy Gotár Péter, ha kienged, akkor mindenféleképpen ott vagyok nálatok, és hát van rosszabb, mint egy főpróba hét a Gotár Péterrel. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy Szabita az Iron Man ezt tudsz le akarták csapni. Persze, úgy csaptam volna rá, mint a húzat. Hát hogy igen, persze, az Iron, akkor triatlonban nyomod végül is? Vagy már abban, nem. Már de tehát a bicikli, úszás, futás. Igen, az nekem egy ilyen az jó, és az meddig csináltad, és milyen eredményeket értél el? Hát három egyében abszolút... számít az eredmény, mert szerintem maga a sport is oké. Én saját magamon akartam így változtatni. Tehát én annól, amikor gyerek voltam, akkor itt Érden kezdtem el futkorászni saját magamtól. Gondoltam, hogy akkor meghazudtolom a tüdőgyógyászaimat. Én asztmás gyerek voltam, kétszer meg is fulladtam. Tehát az így jó. Ilyen újraélesztés. Ahhoz képest jól nézel ki. Kösz, aranyos. Megadom a számomat, jó? De hogy arra gondoltam, hogy életben vagy. Hát úgy élet, igen, még így mozgok, tehát megy bennem a vér, tehát ez egyik jó érzés. És akkor gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt meghazudtolnám, és elkezdtem ilyen nagyon fura sportokat csinálni, tehát főleg az ilyen extrém sportok irányába mentem, meg kaszkadőrködtem, és akkor gondoltam, hogy ezt így kitágítom ezt a kört. Gyerekként végig föl voltam mentve tesi alól is, mert magántanuló voltam ráadásul, tehát ilyen teljesen halmozottan hátrányos volt a sztori, és a tüdőgyógyászom a mai napig hakrizik velem, hogy és akkor utána lefutottam egy maratont, és akkor már láttam egy ilyen motivációs videót a 2000-es évek elején, hogy fú, hát azért az Iron Man, azért ez embertelen, ezt nem lehet megcsinálni. És akkor találkoztam Száraz Dénes barátommal, te is elkezdted. Dini akkor... szintén nyomja, igen. Dini benne is ragadt, főleg az ilyen terepultrákban, tehát igen, neki ez a fixa ideája. Én azóta váltottam sportot, és akkor ott egy csapatba bekerültem, és elkezdtem tudatosan készülni rá, nem csak így adhok jelleggel elindulunk egy maraton, és de jó, le tudtam futni 4:30 alatt, de egyébként mindjárt megdöglök, egy hétig nem tudok megmozdulni. Tehát, hogy volt egy ilyen koncepció, ez pedig a heti 10-12 edzés volt, és ez nagyon jó váltás volt abból. Heti 10-12 edzés? Igen. Micsoda napi koncepció? Igen. Tehát így utólag visszagondolva abszolút ilyen családcentrikus és munkacentrikus igen, megoldás. Ez volt úgy, hogy véget ért az előadás a Nemzetibe, és akkor én fölültem az öltözőben a görgőre este 10-kor, és egyig még görgőztem. És akkor úgy mentem haza, mert aznap a biciklis edzést nem tudtam megcsinálni. Aha. Igen. Tehát voltak ilyen betegségek, és akkor én ezt így lehoztam, és ez jó érzés volt. Szemezgettem ilyen görgővel egyébként, hogy a saját bringámon tudjak biciklizni. Hát döntsd el, hogy mi a szabadon futót, vagy a rögzítettet szereted. A szabadon futó egy érdekes dolog, amikor egy kicsit elflesselsz, vagy nézel egy filmet, és így leugratsz róla, és neki mész a monitornak, az egy jó játék, azt szerettem. Tehát az meg... Volt, amikor jelaludtam, olyan fáradt voltam, hogy szabadon futó, és így SPD pedállal így fejre álltam a szoba közepén. Hát ez van. Egyébként ez, amit te csináltál, ebből, amit én kihallok azért, hogy reggel, este, tehát ez a heti 12 edzés, ez egy kőkemény függőség, nem? De még az. Hogyha, ha még ezt pozitív értelemben is veszem, hogyha egyáltalán van ilyen, már kicsit ellentmondásos, hogy egészséges függőség, de hogy ez az, nem? Tehát, hogy mint egyfajta drog, hogy, és volt ilyen? Mert ugye mondod, hogy egy drog? Idő után... Nem. Vagy van ilyen? Mellé valamit szedtél? 8 és 9 között már erről beszélgetünk. Nem. Most készültél le valamivel. Igen. Na gyertek ki egy kicsit. És ebben a pillanatban belép Csernus Imre. Nagyon köszönjük szépen, hogy eljött. Senkik vagytok. De hogy amikor ezt... Értem a kérdésedet, Tomi, abszolút. Ezt letetted, akkor nem volt ilyen viszketegség, hogy úristen, mennem kell, csinálnom kell, hiszen ráfügtem. Én alapvetően olyan addiktív típus vagyok, tehát mindenre rá tudok függni, így vagyok a kávéval is, sajnos kávéfüggő vagyok, tehát hogy ez
sajnos az a napi X kávé az nem a legjobb, de muszáj volt azt a típusú addikciómat és azt a fiatalkori menjünk bulizni három napot és egyebeket valamivel leváltani. Tehát az a sport, amiket én előtte csinálgattam, az nem töltötte ki az én addiktív igényeimet, és ez meg tökéletesen jól leváltotta. Nem nagyon volt másra időm, energiám és lehetőségem, és én nagyon, nagyon szerettem azt, hogy egy rendszer van az életemben. Mert alapvetően a színházi lét az egy viszonylagos rendszertelenség. Tehát tudod, hogy 10-től 10-ig bent vagy, de egyébként a között mi történik, hát ez... Igen. Ja, és a sportban találtad meg azt, hogy legalább valami ilyen iránymutató legyen a mindennapokra. Igen. Meg sokkal többnek is éreztem magam, sokkal magabiztosabb voltam az életemben. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dobbantó volt. De igen, ez egy addikció, és akkor ezt gyógyítják is. Nagyon sok könyvet olvastam pont erről. Hogy kifejezetten a sportfüggőségre kitérve? Igen, David Gugginsnak van például nagyon jó könyvei erről, tehát ő ilyen katonai Ironman-es és terepfutó és minden, és ténylegesen ennek a függősége is. Ő most így idősebb korára, hát most már mondhatom, én 40 fölött vagyok, tehát én is elindultam abba az irányba, hogy én minden reggel jógázom például magamtól. Tehát úgy jöttem most ide is hozzátok, egy fél órás sessiont lenyomtam, mert hogy valahogy egy rendszer megmarad az életedben, de egy egészségesebb, élhetőbb sztorit, és akkor ma például eljutok úszni az úszodába. Ez irigylem tőled, mert valahogy nekem reggel 5-kor nem jut eszembe, hogy jógázok. Jó, hát az nagyon speciális pályán futok, tehát amikor én felébredtem, ti már beszéltetek. Tehát azért az így bekapcsolta, hogy úristen, ezek már ott vannak. De milyen jógát csinálsz egyébként? Mert hogy nagyon szertágazó és nagyon sokféle típusa van, de melyik? Felfűti 70 fokra a szobát, hat a jóga, vagy kandallóba bedobom, és kinyitom, és akkor orosz módszer, gőzölgő. Az a helyzet, hogy ilyen csatornákat követek a YouTube-on, és saját magamtól ezeket már le tudom hozni. Anna a Spalakorihoz jártam gerincjógára, és így az alapokat sikerült megtanulni. Tehát biztos jobb lenne, ha bejárnék valami csoportba, de ennek sokkal jobban szeretem a flexibilitását, és azt, hogy oda teszem a napomba, ahova én szeretném. Van, amikor kimarad, és este, amikor hazaérek, oké, nyugi, most van egy fél órám, most akár csinálok egy talajgyakorlatot, vagy csinálok egy jogát, és tök jól megnyugszom tőle. Tehát nekem erre szükségem van. És neked, ha jól emlékszem, volt egy olyan választott sportod is, azt hiszem arra is egy picit ráfüggtél, az a mászás. Az lett az Ironman után. Tehát ja, az váltottad ki. Igen, nekem tehát az Ironman történetet az zárta le, hogy terepfutásba mentem át, én UTMB-t akartam futni, ezt a 160 kilométeres Mont Blanc futást, ami nekem egy ilyen nagy álom volt. Hát az ilyen, egy ilyen könnyed reggeli. Könnyed, igen, bemelegítő, tehát elkezdtem gyűjteni a pontokat, csak ott 2013-ban volt egy, mert ez egy pontrendszerre jutsz be, tehát csak úgy nem indulhatsz el, mert azért ott maradhatsz, tehát hogy valahol a Svájc és a francia Alpok környékén. És akkor le kell hozni, mert kell hozni helikopteret, tehát azt nem fogod tudni túlélni, tehát az nem az a kategória, tehát azért kell ehhez tudás. És 2013-ban volt egy crash-em a Nemzeti Színházban, a Hamlet című előadás alatt, ahol is kaptam egy új tért kalácsot, tehát úgy, ahogy van. Tehát egy kis protézist, egy kis műszallagot, egy kis mindent, ott eldurrant a rendszer, és akkor így megtanultam újra járni. Előtte már voltak problémák a térdemmel, tehát már azért ezt 7-szer bűtötték, tehát azért tettem érte, hogy az elkopjon, meg úgy ne legyen rendben. És akkor én azt gondoltam, hogy akkor ezt a hosszú távú futást befejeztem. Terepversenyeken még egy-kettőn elindultam, de nem hozta azt, amit akartam volna. És akkor választotta ezt a kímélőbb mászást. Sokkal kímélőbb egyébként. Igen. Tehát most első úristen, onnan kicsavarod a térdet, egyebek. Igen, ezt sarkazásokat kihagyom, tehát abból nem húzom meg magam, és nincsenek olyanok, hogy mondjuk egy lábon belógok mondjuk egy fogáson, de ezek az indoor mászások, ezek teljesen jó sport lehetőség. Az olimpián, és már azt megelőzve, az a nagy felfedezésem, ezek a mászó sportok voltak, hogy... Amikor 5 másodperc alatt fölment? Ja, amikor indul a vers, és ja, a speedmászás. Van speedmászás, meg van a lassú. A csajokat néztem, hogy ugye el kell érni ahhoz valamilyen szintig, hogy utána már biztosan ő legyen az első. Igen, ez a pontokat kell, tehát szinteket kell megmutni. Azért biztos neked még fölmegy a tetejére. Ugye aki speedet mászik, tehát gyorsmászó, az nem fog bouldert mászni, tehát ezek külön szakosztályok. A gyorsmászás, amikor ilyen 10 éves voltam, akkor eljátszogattunk a gondolattal, és akkor bekötve kötéllel ki tud gyorsabban fölmenni. Hát persze, hogy elszakadt az új szallagod, elszakadt a bicepszed, hát tehát borzalmas. Tehát ez a mászásban az a szép, hogy végig gondoltan, pontosan tudod, hogy mit csinálsz, és
egy dolgot felejt el mindenki, hogy nem a kezeddel mászol. Tehát az a csak rögzíted magad, a lábaddal minden mászol. Minden négy végtag. Minden négy végtaggal. Igen, igen. Nem hiába van Nyugat-Európában, hogy már betették az oktatási rendszerbe a mászást, hát mert a gyerekeknek jó. Zseniális az, hogy szemkész koordináció, koncentráció, mikor a gyerekeim velem vannak, akkor ez egy ilyen alapprogram, hogy ugye valami sportot csinálunk, megyünk mászni. Hogy a túróban? Ez nagyon jó. De te említetted, hogy indoor mászás, de hogy ettől függetlenül mentél mondjuk hegyekbe, dombokra, igen, völgyekbe, nem tudod? Tehát ugye a szabadban lévő mászást is kipróbáltad? Abszolút. Hát azért az ott különböző, ugye itt, ha jól sejtem, az indoor mászásnál az, hogy megvannak ezek a fix pontok, amiken keresztül te eljutsz A-ból B-be. Ezt persze változtatható, gondolom ezeknél a falaknál igen, így van. De az, amikor kimész a szabadba, ott... Ott is fixen mászol, hiszen ezek épített utak, amiket kint mész. Tehát különbontanám a sportfalmászást, és különbontanám a hegymászást. De látod, de ezt így tudod, és ezért kérdezek rá. Igen. Én hegymászásban nem vagyok benne. Tehát akkor inkább mondom magamat inkább terepfutónak, tehát egy hegyre inkább szívesebben futok föl. De másztál hegyre? Hát a klasszik hegymászás, amikor csákánnyal mész föl. Nem ennyire durván nem gondoltam, hanem mondjuk egy ilyen könnyedebb terepen, akkor úgy mondom. Nem, mert az nem mászás. Akkor futok. Tehát azt mondanám, a nagyfalas mászás az, amikor van egy ilyen falad, és azon egy épített úton, mondjuk egy vagy két kötél hosszas úton föl kell menned, és kötöd magadat. Ilyenem voltam, de effektíve a hegymászós, csárkányos, megyek előre, egy ilyen történetben nem vettem részt, és ennek az az oka, hogy nagyon érdekel, de az idő, mint faktor, az nem áll rendelkezésem. Ha, egyébként ez minimum egy nap. Pont, hogy behozod az időt, hát ugye mondod, hogy te heti 12 alkalom, tehát reggel este nyomtad az edzéseket, mentél és sportoltál, de közben eljártál a szinkronban, közben próbáltál a színházban, igen, este előadásod volt, volt, hogy egyébként tévéműsort is vezényeltél, igen, akkor volt, hogy forgattál vagy sorozat, vagy film. Ez az időmenedzsment, ez hogy alakult ki nálad? És akkor a családot még be se hoztam. Ja, hát igen, tehát az is egy oka volt, hogy egy kicsit visszavettem úgy mindenből, tehát hogy ezt már nem lehetett így vinni. Az egész gyerekkoromat egy naptárral éltem le. Tehát hogy amíg az osztálytársaim, ugye magántanuló voltam, osztálytársaim ugye labdával rohangáltak az udvaron, meg hú, a lecke fizetem legyen meg, addig nekem a mobiltelefonom volt, és egy naptár volt a zsebemben, és egyeztettem, hogy akkor szinkronból hogy jutok el 11 évesen éppen az előadásra, vagy ki fog elvinni, tehát hogy teljesen másban szocializálódtam. És most ez egy nagyon jó élet, hogy napi szinten azért az életem része a sport, de nincsen meg az a teljesítés, és nem akarok kvótáknak megfelelni, tehát hogy sokkal lazább, sokkal egyszerűbb, sokkal jobban kezelhető, és így az életem is kiszámíthatóbb. Hány éves voltál, amikor először bementél a szinkronba? 5. És ki vitt be? A protekció. Végre valaki kimondja, hát nem ő, az, hogy de, jaj, hát ő annak idején, amikor még a nagyokkal együtt játszottam. Hát most már leveszem ezt is. Hát az a helyzet, hogy az akkori világban is, ugye a mai világnak is a déd nagyapja az a világ, tehát azért azt így tudjuk, tehát Magyarországon élünk. Tehát, hogy az a rendszer is úgy működött, hogyha valaki jól olvasott, jól hangsúlyozott, úgy volt valami kép, tehát, hogy tudott olvasni. Tehát, hogy ez egy nagy dolog volt, hogy 5 évesen folyékonyan tudsz olvasni, akkor sem biztos, hogy szinkronba be fogsz kerülni. Volt egy csodálatos unokabátyám, aki sajnos már nincs közöttünk, Breyer Zoltánnak hívták, és ők rengeteg szinkron csináltak. Breyer, BTS lehetett hallani a filmek végén. Igen. És akkor mondta, hogy egyáltalán nincs gyerek, aki tudna olvasni, gyere már. És akkor a Candy című rajzfilmbe 3 mondatot feltoltam, és ott volt, azt hiszem, Mautner Józsi bácsi volt ott szinkronrendező, azt hiszem, ő sincsen közöttünk. Mondta, hogy hú, hát jövő héten a Pannonia filmstúdióban csinálok egy filmet. Na, és onnantól kész, recs, tehát, hogy elvitt a vonat, és akkor utána jött a színház, tehát bekerültem az akkori Palládiumba, ami a Pince Színháznak az elődje, és akkor én voltam ott a legkisebb óvodásképpen, még a Simon Falviágóval, meg szóval jó pár ilyen mostani színésszel azért dolgozni. Ja, hát akkor világos innentől kezdve, hogy neked miért kell egy gyerekkorodban az a bizonyos naptár, meg az is ugye, úgy mondtad, igen, hogy te magánsuliba jártál. Én normál suliba jártam magántanulóként, tehát azért jártam, hogy bontsam, igen, a rendet és rosszalkodjak, aztán meg vizsgázzak, tehát hogy mindenfél évnél én egy ilyen vizsgabizottság előtt álltam, ez így volt 5. koromtól egészen érettségig, tehát hogy én ebben szocializálom, olyan, mint amit mindig bemutatom lett volna fél évente, tehát hogy egy ilyen fura hibrid helyzet. Nem mondom azt, hogy jó, nem hiába a lányomat próbálom lebeszélni minden esetben arról, hogy ebbe az irányba gondolkodjon, de hát 12 éves azt csinál, amit akar, tudod. Már nem köszön. Már nem. Hát ő egy kemény lány lesz, tehát amikor így elkezdek, például így beszélgetnék veletek, akkor simán így itt ül, és apa, ne színészkedj már.
Tehát ez is simán betolja, imádom. Tehát, hogy az mondjuk jó irány, hogyha erre figyelmeztet téged, mert amitől én kiborulok, amikor valaki hétköznapi színész. Tehát olyan, mint hogyha beülne ide egy orvos, és akkor nekiállna műteni, vagy nem tudom, szóval, hogy... Öblöget? Igen, tehát de jó ez a kifejezés. Öblöget. Tehát, hogy mondjuk, mondok egy nevet, mondjuk legutóbbi ilyen élményem a Hegedűs DG, ez a minden tiszteltem mellett, de hogy nézd, ez a kérdés azért ez fontos. Géza tehát, egy intézmény, tehát igen. Nagyon szerettem meg mindent, de hogy ő nem tud nem Hegedűs DG Géza lenni. De ott volt a másik, a Kerekes József. Itt ült, a helyemen ült a Kerekes József, és hát sírtunk a röhögéstől. Nem láttam, hogy ő a Szamár lenne a Shrekből. Tehát egy pillanatra nem gondoltam. Pedig ő az. És imádja, ha ezt szóvá teszed. Tehát, ő mindent imád. Hogy ez a művésznősködés, meg a művészkedés, ez így beleívódik az emberbe, és valaki így marad, vagy van, aki ki tud ebből jönni a hétköznapokban? Jó kérdés, én bele se akartam soha ívódni. Tehát ez a spárba azt mondják nekem, hogy művész úr kér valamit, és ezek, hogy fú, az körbenéztem. Egyáltalán honnan beszél. Tudják. Tehát, hogy így, bocs, tehát, hogy így, érted, hogy bemegy egy orvos, de nem nincs ráírva, vagy doktor. Tehát, hogy most az, hogy én ezzel foglalkozom, nagyon sok minden mással foglalkozom azóta, tehát, hogy most arra nem mondják, hogy mindegy, tehát, hogy milyen más projektekben vagyok, tehát ez azért... Én egy kicsit maradnék ennél az, hogy 5 évesen tudsz olvasni, és akkor behívnak, hogy jó, gyere, mert akkor mondjad. Hát azért ez nem ilyen egyszerű, tehát attól, hogy valaki tud olvasni, akkor még nem biztos, hogy jó lesz a hangsúly. Oké, mondjuk jó hangsúlyozás, rendben van, akkor érdemes ezzel foglalkozni. És akkor ott van még a tehetség, ott van az, hogy még terelgetni, mert azért a szinkron az, ami szerintem, aztán kijavítasz, sokkal inkább technika, mint a színpadon való játszás. Biztos. Tehát, hogy a szinkronnak a technikáját bárki meg tudja tanulni. A kérdés az, ez biztos. Az akarat, igen. Szerintem egy jó oktatással meg lehet. A kérdés az, hogy milyen szintre jutsz. Maximum nem tesztek be egy filmbe, mert nem. Tehát, hogy a háttérbe tudsz üvöltözni, hogy hello, gyere, rúgd vissza, haló, gyerekként csináltam. Tehát ez az úgynevezett tömegezés. Tömegezés, ezt lehospitáltam gyerekkoromban. Tök jó volt, sokat tanultunk belőle, rosszalkottunk, jó gyerekkor volt. De nem mindenki tudja azt például megugrani, hogy egy olyan karaktert elvigyen a hátán, amitől élni fog az a film, amitől valid lesz az a produkció. Hát de azért nektek is gondolom segítség, hogyha olyan színészt szinkronizálhattok, akinek a játéka olyan, hogy érdemes szinkronizálni. Tomi, tehát rossz színész szinkronizálni a legrosszabb dolog. Na, ezt akartam kérdezni, mondjuk egy szappanopera esetében. Azok nem rossz színészek, azok gépek. Tehát, hogy most bocs, a szappanoperát azt in time fogod szinkronizálni, tehát az nem hiába nem csinálom már körülbelül 10 évet. Szappanoperába azért nem vállalok, mert hogy rengeteg ilyen spanyol, mexikói, török mindenfélében voltam. Nem érdekel maga a műfaj, tehát nem tudok benne kiteljesedni. Tudom, hogy nagyon nagy a rajongó tábora is, hogy majd utána a piacon a hölgyek majd oda jönnek, és jaj, te vagy a Hakan Sükürre, nem tudom kinek a hangját, nem érdekel. Ez egy focista volt. Igen, tehát valamelyik törököt hirtelen ez jutott. De volt eszembe. Egy VB, ahol szinkronizáltad, nem? Igen, szerettem volna. De nem gondolom, hogy például ebben nekem regnálnom kéne. Mi az a kihívás, vagy mi az a feladat, vagy az a színész, akit te nagyon szeretsz, vagy az a műfaj, amit nagyon szeretsz, mondjuk, hogy akár a horror, a thriller, a dráma, igen. Narrálni is szoktál, nem? Vagy nem? Nagyon keveset narrálok. Nem. A narrációt azt teljesen kiszervezték az otthoni stúdiós munkára, tehát a nagy része a Covid óta otthon így ülnek a narrátorok, és mondják fel a szövegeket, és küldik be. Tehát ebben én nem tudok partner lenni. Jó, sajnos. És akkor mi a kihívás? Bocsánat. Kihívás például, ha egy olyan filmet csinálsz, ami nagyon sajnálom, hogy például a Star Wars-ban az Ecolite az ennyit ment, tehát hogy nem tudta megfutni az új sorozat. Volt egy ilyen sorozat. Látod, nézek hülyén. Csatlakozom a hülye nézéshez. Ledobtam magamról a Star Wars-t, Ébredő erő után valamikor. Ébredő erő után elengedted, itt a igen, Disney környékén megérkezett, nem. Én az Endorba belekezdtem, és aztán abban is hagytam. Tényleg, az Endor például nagyon tetszett, a Mandalori meg kimondottan tetszett, tehát azok abszolút megérkeztek. De talán egyszerűbb, nem, hogyha az ember alapból szerette a Star Wars filmeket. Igen. Nekem már ott voltak pici problémák, de hát persze, ez ízlés, most tök mindegy. De hát mindjárt kifarolok belőle, az Ecolite az pont egy ilyen kihívás sorozat volt, mert hogy nagy kiválasztás, külföldön döntik el, külföldön keverik, nagyon odafigyelnek a hangokra, azt se tudhattuk, hogy ki a partner, tehát az egész ilyen tök szikretbe megy, mert hogy így dolgozik a Star Wars a Disneyvel, tehát minden ilyen egy ember van mindennek a középpontjában, a felvevő rendező, hangmérnök, junior, és ő tartja össze az egészet. De ugyanilyen kihívás volt mondjuk a Mikkelsennek a Fattyú című filmje, ami ment a mozikba körülbelül. Az nagyon jó film, szerintem. Én nagyon bírtam a Fattyút. Szinkronnal nézted? Igen. Hát én voltam a Shinken.
a beteg állat. Na, látod, ha most nekem neveket kéne visszaidéznem, akkor megbuktam, de a film egyébként tényleg nagyon tetszett. Az ellenfele, akivel küzdött, igen, a szőkehajú beteg állat, aki ott gyilkolta a lányokat. Igen. Na, az én vagyok, tehát pofán üt a szerep, tudod. Úgyhogy az... Igen, egyébként te sok ilyen beteg állatot szinkronizálsz. Igen, 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 ezzel ellensúlyozom, hogy egyébként tök normális apuka vagyok, és ott ki tudom magamat élni. Ez tök jó, hogy nem az úttesten kell mondjuk vezetni. Na, erre például hogy esik egy választás, hogy valaki a beteg állatokat kapja meg? Hát ezt kérdezzük már meg a rendezőktől. Egy időben csak fekete. Miről azt látja benne, hogy álmos, te olyan kegyetlen vagy. Férfi vagy. Tehát, de neked jól áll az is. Az is jól, na aranyos vagy, köszönöm szépen. Igen, mert nem mindenkinek állnak jól a színesbőrű színészek szinkronban, és valamikor ott vannak mellényúlások. Igen? Ezt csak mondom, hallgatóként vagy nézőként érzem azt, hogy kell egyfajta valami olyan másfajta attitűd, és lehet, hogy a lazaság a jó szó ide, ami nem feltétlenül van meg mindenkiben, és nem is kell. Például egy Kautsky Armandról nem tudom elképzelni azt a lazaságot, hogy ő mondjuk egy utcai bronxi fekát lazán le tudna hozni. Pedig voltak neki. Szerintem igen. Szerintem nagyon meglepődnél, ha Armand ezt így elengedni, ezt a lovat így. És lehet, hogy ő elengedni, de nem gondolnak rá, hogy ő csinálja meg. Nem ő az első, aki eszünk. Inkább valahogy mindig az elegancia jut eszünk be róla, bocs. De ez a kreativitása, tehát egy rendező legyen már annyira kreatív, hogy kihívásokat ad. És ez tök jó dolog. Tehát én is azért az Amorózóval azért nehezen tudok megküzdeni, hogy ez ilyen volt, most ment a kétrészes mozifilm, a Három testőr. Ugye a francia verziója, most két részben ment a mozikban az elmúlt másfél évben. És ott én voltam D'Artagnan. És hát azért egy ilyen nagyon romantikus, nagyon, tehát hogy abban kevesebb kihívás van, mint egy ilyen beteg állat. Azért szeretek ilyen karaktereket szinkronizálni, mert ebben tényleg van valami, de közben egy D'Artagnant is úgy kell lehozni, hogy az működjön és éljen. Elmegyünk a kötelező félperces reklámblokkunkra, és aztán folytatjuk. Jól van, hajrá. Amikor én meghallom ezeket a blokkokat, spotokat, hogy ugye 12 éven aluliaknak nem ajánlott, akkor mindig eszembe jut, hogy övön aluliaknak nem ajánlott. De mindegy, ugye? Hát ezen csak én röhögök. Bravo, szép jó volt, Tamás. Nem megpróbáltad, szerintem ez díjazal. Nem lehet. Pályosan lenéztetek azt, azért elmondanám nektek. Én ittam egy kortyot inkább, tudod, ez a... jó. Nem lehet mindig 20 ezeresre fizetni. Az a... Ilyen, bocsánat, hogy még bele is ütök itt a mikrofonba. Az a helyzet, hogyha most autóban ülnék és navigáció lenne, akkor csak annyit mondani, hogy újra tervezés. Ja, köszi. Nyergejünk át nyugodtan egyébként a szinkronról, a színházba, mert az is elég korán eljött a te életedbe, ugye hát szintén gyerekkor. Igen. Szocializálódtam és rohangáltam a díszletek között, még a város. De előbb volt a szinkron, és abból jött a színház, és akkor ott, de az mi, az egyenes kapcsolódás volt? Tökéletesen egyenes kapcsolódás. Tehát ott azokban az időkben annyira kevés gyerekszínész volt a pályán, voltak a Sugár Bercék, a Szinetár Dóriék, korosztály. Sugár Bercéről nem hallottam. Hát ugye az a popfesztiválon indultak, ahol az öreg Jergány Szivatóval indul a Besenyő Blues Band, egy popfesztiválon indult. Egy másik generáció, pici... Tamásom. Igen. De hát mi egy generáció vagyunk. De én nem. Biztos? Igen, én 83-as vagyok. Én is 83-as. 70. Na, tessék. Na, ő nem a mi generáció. Én nagyon korán csöppentem ebbe az egészbe. Ti még a csattogó szennyő falepkét toltátok, amikor a Sugár Berci szemüveges kisgyerekként már ugye csúcson volt ezzel a énekléssel. Bizony, és Berci most már egy nagyon profi jóga oktató és egy fantasztikus sportember, úgyhogy igen. Na, szóval, hogy egyenes csatlakozás a szinkronból a színházba, igen. Igen, és hogy nagyon kevés volt a gyerekszínész abban az időben. Nagyon. Nagyon az, akivel lehetett is dolgozni. Tehát voltak gyerekszínészek, csak mondjuk nem tudta azt eltáncolni, nem tudta azt elénekelni, és engem főleg az ilyen zenés színházi produkciókba hívtak. Tehát így kerültem ilyen akkor. De minek okán? Mi, hogy már akkor táncra perdültél, meg énekeltél otthon, és vagy valaki előtt is ezt megláttad? Az az mindig volt. Én negyedikes koromban bekerültem a Magyar Rádió gyerekkórusába, mert hogy ugye? Még ez is. Igen, tehát hogy ilyen halmozottan hátrányos gyerekkor, úgy ez még énekel, meg beszél is. És akkor így egyenes út volt az, hogy így a műzikelek irányába, de amikor meg az a kanyar így elkanyarodott, hogy akkor operettet kéne csinálni, akkor én ebből a kanyarból így kihátráltam. Tehát, hogy vannak műfajok, amikkel nem tudok mit kezdeni. És az operett ilyen? Hát nekem mindenféleképpen, tehát maga a műfaj az nálam nem működik, tehát hogy egy butított operának gondolom, amivel nem nagyon, az opera az nekem egy szint. Kedvesebb embernek gondollak. És az operát meg köszi. De tényleg nem tudok vele mit kezdeni, mondom úgy, hogy egyébként, tehát mint táncos komikus, engem a Kerényi Miklós Gábor próbálkozott ott még annó az Operett Színházba 2000-es évek elő, ez milyen jó lesz,
és akkor én tudtam, hogy tanár úr, ez nagyon nem lesz jó. Tehát, hogy ez nem az én utam, tehát ezt fel kell ismerni. Ez mikor volt, amikor ezt egyrészt te is felismerted, és meg tudtad csinálni azt a váltópontot, hogy olyan műfaja ne foglalkozz, ami te úgy érzed, hogy nem testhezálló neked. Stúdiós voltam, amikor először nem vettek fel a főiskolára, azután ez még előfordult háromszor, én négyszer harmadrostáztam a színművészetin. Tehát, hogy így ez így volt egy ilyen... Ez lelkileg nem tiport szét? Hát nem tudom, most így itt ülök és beszélgetek veletek, tehát igazából... Nem most, hanem akkor. Tehát, hogy gondolom azóta feldolgoztad nyilvánvalóan. Ugye feldolgoztad? Igen, külön beszélgetünk. Egyért persze, hogy feldolgoztam, mert muszáj volt. Tehát, hogy ez menni kellett tovább. Helyette inkább ugye az összes olyan osztályfőnök, aki ott felvételiztetett, és azt mondta, hogy nem az osztályban van a helyem, az elvitt magával dolgozni a színházába. Tehát így kerültem a Nemzetibe, a Jordánhoz, mert ő azt mondta, hogy nem veszlek föl, de figyelj, van itt két jó szerep, eljössz játszani? Tehát, hogy ez ilyen nagyon érdekes és ambivalens helyzet, hogy ne tanuld. Mondjuk én ilyen halmozottan hátrányos voltam, hogy a gyerekkorban már elmondták, hogy a piros az piros, a kék meg kék. Az egyetemen pedig azt próbálják elmondani, hogy ha eddig azt gondoltad, hogy piros-piros, az lehet, hogy kék, és megpróbálok azért így átformálni. Tehát az én esetemben azért egy sokkal keményebb munka lett volna. Már csak azért is, mert hogy te szerintem, gondolom én, hogy mivel elég korán elkezdted ezt az egész szakmát, te már benned volt egy kialakult kép. Pontosan. Te már egy nem nagyon formázható és gyúrható egyéniség voltál. Szerintem mondjuk, formázható voltam, csak sokkal keményebb anyag. Arra az esetre gondolok, mint amikor nagyon sokszor látni, hogy jönnek ki főiskoláról, egyetemről olyan diákok, hogy egy picit az osztályfőnökét érzem vissza igen, benne. Igen. Hiszen, és sokszor úgy is keresik őket, hogy úgy legyenek gyúrhatóak, hogy még a személyiségük nem annyira erős és ágyazódott be, hogy mondjuk határozottan azt tudja mondani, már pedig a piros az piros. Igen. Hát ha megnézed a klasszikus tanárokat, akik tanítottak a színműn, nagyjából az osztályaik karakterei és szerepkörei, az a Ctrl-C, Ctrl-V ismétlődnek. Igen. Tehát, hogy ez is megtalálható. Persze tisztelet a kivételnek, nem minden esetben. Szóval a színház az korán elkezdődött az életemben is, és szerves része lett mindennek, amit így gondoltam a jövőről és az életemről. De te magadtól döntöttél úgy, hogy negyedszer is neki? Én kétszer próbáltam meg annak idén, és akkor harmadszor mentem volna, akkor én már évek óta együtt játszottam a Bújtor Pista bácsival a rendezésében, Szállak akkor fészkére, és emlékszem, hogy mondtam, hogy nehezen, de mind megpróbálom a harmadszor is, és akkor ennyit mondott nekem, hogy is előrébb leszel, és azért nem mentem el. És holott lehet, hogy igaza lett volna, mert ugye mindig azt mondják, hogy azért érdemes a főiskola egyetem, mert hogy az egy a kapcsolati tőkéken keresztül egy biztosabb belépő a színházi létbe, mint hogyha mondjuk más iskolákban végzünk, vagy nem végzünk, hanem valaki kiemel. Hát ez biztosan így van. Én egy elég makacs ember vagyok, nehéz lebeszélni arról az útról, amit így kitalálok. Erről anyámnak se sikerült. Tehát akkor miért csinálnék ebből egy másik sportot? Tehát persze nekifutottam negyedszerre is. Elméletileg én vagyok a színművészeti történetében a legtöbbet harmadrostázó, tehát hogy az, hogy négyszer ebbe eddig eljutottam. Ezt valahol nem írták még le esetleg? Ez is egy teljesítmény, nem? Igen. Az én Iron Man-em, tehát az igazi, ez itt kezdődött. Ha belegondolsz a számokba, tehát 6-700-800 emberből bekerül a harmadrostára 25, és abból jön ki az a 12 ember, akiből osztályt alapítanak, és ez a harmadrost az általában nem, szerintem most is úgy van, hogy egy hétig tart, tehát ott bent laksz. Az beköltözős, igen. Az beköltözős, az külkemény. A mentorház. Az. Egy igazi old school mentorház. Egy 5 kilót biztosan lefolytsz, idegileg kikészülsz, és a legvégén pedig van egy nagy vizsga. De hát ez már történelem. Kik voltak azok, akikről úgy érezted, mint hogy a Jordán is ugye felajánlott ezt, hogy jó, hát ha így nem, de akkor legalább ott lenne neked a Nemzetiben szerep, hogy kik voltak azok, akikről azt érezted, hogy fogták a kezedet és vittek és tereltek, és te is úgy néztél rájuk, hogy de jó, hogy vagytok, és köszönöm. Hát így éreztem a Zsótérral például, tehát én neki nagyon sokat köszönhetek. Hát ő egy fura, csavaros gondolkodású fazon. Mert színházilag mondom. Nem, mert ő Zsótér, tehát hogy én furának nem hívnám, én abszolút értem az ő jelrendszerét. Én ezt pozitív értelmezésben gondolom. Én is abszolút, tehát én nagyon sokat köszönhetek neki, hogy utána a szárnyai alá vett és segített mindenfelé elhelyezkedni, és neki nagyon sokat köszönhetek. Ugyanígy vagyok mondjuk az Asher Tamással, tehát ő is nagyon sokat nyomott alatba, hogy én tudtam tovább létezni így a pályán. Novák Esztertől is rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Tehát minden olyan tanártól,
mondjuk az ács tanár úrral is többször vacsoráztam a felvételi után, tök vicces, hogy akkor utána beülünk valahova, persze üljünk be beszélgetni, tehát hogy így megmaradt a jó kapcsolat. Tehát azt gondolom, hogy igazából a kapcsolati tőkét egyetem elvégzésen nélkül is sikerült felépítenem, mert hogy ők így megkedveltek, és itt tök jó volt így együtt bármit is csinálni, vagy beszélgetni, tehát hogy megmaradt ez a mentorprogram. És van olyan színház, ahol nem fordultál még meg, de szeretnél ott játszani, vagy tagnak lenni? Egyáltalán te az a típus vagy, aki úgy szívesen leköti magát egy társulatnál? Hú, hát te ismered az én múltamat azért. Nagyjából. Igen. Tehát mi játszottunk együtt Tomival. Igen. És pontosan tudjuk, hogy, hogy egy társulathoz tartozni az egy kemény felelősség. Bár mi egy ilyen integrációs beavató színházat csináltunk, aminek szerintem volt is célja. Tehát, hogy ott a fiatalokat próbáltuk bevonni. És én azt egy egészen jó missziónak gondoltam, szerintem, és éreztem. Én ezért vállaltam. Tehát én abban azt éreztem, hogy adunk valamit az ifjúságnak, ami a színház és a színházi nevelési program környékére tudja őket terelni, és iszonyatosan sikeres volt. Tehát az, hogy full telt házal játszottunk olyan klasszikus darabokat, amikre egyébként vagyok be, tehát 14 évesen be nem ülnék egy Oidipuszra, hát kit érdekel? Hát bánkbán. De még egy Rómeó és Júlia sem érdekelt volna, és ezeket mind-mind megcsináltuk. Ezt mind megcsináltuk. A kőszínházi létnek az a verziója engem nagyon-nagyon érdekelt, amikor a társulatiság, mint ahogy ti is egy csapat vagytok. Tehát hallgattalak titeket reggel, csapatként működtök együtt, és ez a fontos, mert ez erőt ad. Én ugyanezt érzem a színházban, hogy maga a társulatiság, az együtt gondolkodás, az együtt alkotás, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont mindenek van határa. És akkor elérsz a határokig, akkor azt kell mondani, hogy akkor most behúztam a kéziféket, és akkor gondolkodjunk újra. Tehát ez a határ azért nálam eljött a Covid idején. Tehát ott azért az egy kemény indikátora volt az életnek, akkor már így 40 felé járva, azon gondolkodván, hogy havi 30-akat volt, amikor 35-öket játszottam. Ez, hogy a hallgató meg a néző is értsét, arról van szó, hogy volt, hogy akár egy nap kettő vagy három előadás is befigyelt. Az nagyon megterhelő egyébként, fizikailag, szellemileg, mindenhogy. Mert reggel játszottunk egy gyerek előadást, mert hát miért nem? Mert délután egy ifjúsági. Egy ifjúsági beavató, este pedig Vesztegzár a Grand Hotelben be Félix, és akkor azt éreztem, hogy rajtokban vagyok, de hogy tényleg, tehát amikor a világomat nem tudom, és a következő nap az kezdődik előről, mert mondjuk 5-kor jön értem a pick-up kocsi, és visz forgatni valamibe. És akkor van ennek egy olyan darálója, ami nem, hogy nem támogatja az életedet, hanem el is vesz, és akkor ott egy kicsit így priorizálni kellett a dolgokat. És hát nehéz azt kimondani a mai világban, hogy fú, hát, hogy milyen beképzelt vagy, hogy te ezt megcsináltad. Én voltam az egyetlen, aki akkor a társulat alapításnál a színházba azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem kérem ezt a szerződést. Tehát, hogy én szeretnék innentől a magam ura lenni. Úgyhogy ez egy tudatos döntés volt. Azóta többen is hülyének nézek, hogy hát egy budapesti kőszínházba lehettél volna tag, és ez csak egy titulus, tehát hogy ez viszont kötelezettségekkel is jár, és az nem biztos, hogy a legegészségesebb. Szabadabban tudsz dönteni, hogyha esetleg mondjuk plusz munkák beérkeznének, mint amikor le vagy kötve egy társulathoz. Plusz munkák így is úgy is beérkeznek, tehát az a helyzet, hogy az ember bevonza őket, hogyha teszel érte. Tehát, hogy azóta sok minden mást is csinálok a színházon kívül, tehát megtanultam más dolgokat, és ez így a kerek egész. Brak ki engem, hogy ilyen, így vagyok előállmos. Nekünk van egy nagyon érdekes találkozásunk a Rómeó és Júlia előadás kapcsán, amikor te beültél megnézni, mert akkor úgy volt, hogy átveszed tőlem. Hát át is vettem tőled. Igen, ugyanis igen. Az volt az előadás, amikor előadás közben egyszerre tört el a csuklom és a bokám. Hát azt én végignéztem, az csodálatos volt. Ez hogy sikerül? Úgyhogy az első sorban volt egy láb, aki kinyújtotta azt a bizonyos lábat, bár jelenetén ott nyomtam az elektrik bugizást, és akkor ott abban megbotlottam, és mondom, boka, csukló egyszerre, és a bár jelenet után még majdnem egy óra vissza van az előadásból, és zsebretett kézzel sátítva még lenyomtam az előadást. Hát igen, a színház létre. A Honvéd az ott volt, nem beszél, és onnantól te játszottad ezt. De ami milyen furcsa, hogy én azért ültem be, mert Quintus Conrad, aki ezt az egészet rendezte, generálta, ő volt ennek a feje, mondta, hogy Tomi már nem fog ráérni, tehát hogy meg tudnád-e nézni, hogy így beültem, és Tomi lenullázta magát, és hát akkor aktuális lett a szerepátvétel. És milyen vicces utána, amikor én már nem tudtam vállalni, akkor te jöttél vissza? Igen, ugye? Igen, akkor meg én pont megint ráértem, és akkor visszavettem. Mi váltjuk egymást. Dolgoztunk mi már így együtt?
Hogy egy előadásban, egy társulatban voltunk, de mi nem játszottunk. Na, egy darabban. Vagy hogyha esetleg azt nézem, hogy mi volt nekem az utolsó a József Attilában, az Eldorado, te abban voltál? Abban tényleg volt. De nem volt közös jelenetünk ott sem. Nem, én ott nagyon gonosz voltam. Én meg ott ávós megint... voltam, tehát én is jó fej voltam. Igen. Tehát, hogy általában megkapom ezeket a gonosz csávókat. De nem tudom miért, hát ez a karmám. Hát most, de egyébként meg szerintem... De mert jó hozod azokat, jól áll az neked szerintem. Igen? A gola, igen. Hát Guy Ritchie filmekbe szívesen játszani. Hát Guy Ritchie-vel dolgozni kéne szívesen. Na, akkor ha már film és forgatás, ugye az te most hogy állsz, hogy kilátásban van valami, vagy valami éppen zajlik, film, akár televízió? Az a helyzet, hogy a magyar produkciók azok nem nagyon találtak meg az elmúlt időben, de valószínűleg azért, mert én se tettem értük. Tehát, hogy, az azt jelenti, hogy mondjuk castingokon nem jelentél, meg pedig hívtak? Igen, tehát hogy mindig megkérdezte, hogy mi a produkció, meg hogyan. Volt egy napi sorozat, ami ment most egy évvel ezelőtt, ott benne voltam az utolsó körben, és valami karmikus történet gyanánt az volt, hogy nem illettem. És amikor megnéztem a sorozatot, akkor rájöttem, hogy okkal. Tehát ez tök jó. Tehát ennek így kellett történnie. És nagyon boldog voltam, hogy nem illettem a kiválasztott jószág, és akkor ebből már mindenki gondolhatja, hogy melyik sorozat az, ha ezt mondtam, hogy jószág. Uh-huh. Így, nem hogy én 22 neve... éve nem tévézem, én nagyon... Nehéz. Nem mindennel vagyok. De direkt nem mondok... De valami vidéki létről lehet itt szó. Valami ilyesmi. Tehát, hogy engem a filmek úgy találnak meg, hogy vannak ügynökök, akik nagyon-nagyon profin dolgoznak, és külföldi produkciókba viszont elvisznek. Tehát így van, most jött be a Sakál című sorozat, abban vagyok például. Az milyen? Az angol-amerikai... National Geographic-nak egy dokumentum sorozata. Ez a Robert Redford film alapján készült sorozat. Richard Gere. Igen, az nagyon jó. Igen, de az alapján csináltak. Bocsánat, ez nem ez a szerb téma? Nem, ez nem. Akkor keverem. De jól keverem. A Bruce Willis, ez Sakál? Ne. Igen, a Bruce Willis, bocsánat, igen. Abból csináltak egy Bruce Willis. Jack Black, meg mit tudom, igen. Mindjárt mondom. Sokkal. Ja, mert hogy közben nézed a friss információkat. Írás és bérgyilkosos, és... Sakál napja, ez lett a... Ja, Sakál napja, akkor az a más. Az a Robert Redford, igen. Igen, és ebből csináltak egy sorozatot, ez itt forgott Magyarországon, ami egy hatalmas élmény volt, és az Eddie Redmayne az a főszereplő, aki nem tudom, hogy ő megvan-e így. Hogy ne lenne meg? Tehát egy bárlány. Hát meg talán a Stephen Hawkingot is ő formálta. Igen, így van. Kiválóan egyébként. Tehát egy csodálatos színész. Fantasztikus. Tehát ilyenekbe belecsúszok, egy ilyen hónapja volt, amit forog az NCIS, tehát abba is bele tudtam csúszni, mint produkció. Annak rengeteg ilyen oldalsorozat van, rengeteg. Tehát tudod, ha meglovagolunk egy lovat, és jól fut, akkor még csikókat is szűjön, és akkor lehet futni. Tehát most már szerintem van NCIS Rio. Abszolút. Lehet tudom képzelni, igen. Hát most nem tudom, ez NCIS Hungary, nem tudom, de egyébként egy külföldi produkció. Az FBI sorozat is itt forog Magyarországon. Még mindig kapom az SMS-t, hogy gyere, lenne itt egy kicsi, én meg mindig mondom, hogy nem. Mm-hmm. Hát most 6 vagy 7 produkció fut itt, ami külföldi. De ez tök jó, hogy ezekbe így részt tudsz venni. Nagyon. Tehát, hogy ennek megvan az a flexibilitása, ugye, mivel nem vagyok kőszínházi tag, hogy ha most engem felhívnak, hogy jövő hét kedden lenne egy ilyen szerep, akkor meg tudom azt tenni, hogy úgy takarítom ki a napomat, hogy én azt elvállaljam, ha az érdekel. És van bármi esély arra, hogy mondjuk itt véletlenül valami csoda folytán, és nem azért, mert béna vagy, vagy a többiek jobbak, hanem nagy a világ, igen, és sokan vagytok benne, hogy így felfedezik az embert egy ilyen külföldi produkció, hogy figyelj, láttam ezt az elődámost, ki mondani, nem tudom a nevét, de hát nagyon jó hozta ezt a témát, és most lesz egy hollywoodi produkció, ami pont jó lenne. Ilyen létezik, ilyen amerikai álom? Nagyon, nagyon jól hangozna, de szerintem nem. Nincs. Tehát, hogy ez tehát egy akkora piacról válogatnak a külföldi ügynökségek, hogy ott én be se kerülhetnék ezekbe a produkciókba, hiszen az én helyemre állnak nem 20-an, hanem 2000-en. Uh-huh. Tehát egy teljesen másból van a merítés, mint itt Magyarországon. Itt Magyarországon ezek a produkciók azt használják, hogy ide jönnek, és akkor mi azért lényegesen olcsóbban dolgozunk, pontosabban is tudjuk, hogy mi a dolgunk. Tehát a magyar stábok iszonyatosan profik. Tehát hihetetlen. Te is a magyar színészek is, mert megtanultuk akár a napi, én is napi sorozatoztam 4 éven keresztül. Tehát tudom az, mi az ansnit, hova kell beállni, tehát nincs velünk gond. Ráadásul könnyen tanulunk szöveget, beszélünk angolul, tehát nekik egy ilyen nagyon könnyed munka velünk,
És most ebben, amiben voltam sorozat, ez az a jó, hogy 6-7 évvel ezelőtt forgattam a Strayback című sorozatba, és az akkori ottani rendező, amikor meglátott, akkor mondta, hogy tudom, én dolgoztam vele, őt szeretném. Tehát, hogy ez tök jó, hogy egy amerikai rendező azt, hogy emlékszem rá a Strybackből, akkor jöjjön ő is. Hát önmagában az, hogy emlékszik, miközben ilyen napi szinten 1000 emberrel találkozik. Tehát és akkor mégis csak van egy ilyen mechanizmus. De nem viszel Hollywood magával. Jó, hát akkor ha Máté, ugye úgy hívják, hogy került ugye? Máté teljesen másik úton jutott el odáig. A bombás filmben. Igen, nagyon sok munkája van az Oppenheimerig eljutni. Tehát Máté kint végzett Londonban. Aha. Egészen más körben mozog. Abszolút neki külföldi ügynöke van, tehát ő az egész életét felfűzte erre, tehát ő egy ékes példája annak, hogyan kell külföldi karriert építeni, és akkor ezt majd megnézhetjük egy 10-15 év múlva, hogy ennek vajon mekkora volt a validitása, de azt gondolom, hogy én nagyon szépen dolgozik azon, hogy ezt így építgesse. Uh-huh. Én tudom, hogy nekem nem ez az utam. Nem csak azért, mert nem álmodok angolul, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor tudok én igazán szerintem angol színész lenni, vagy angol anyanyelvű színész, hogyha olyan szinten vagyok, hogy angolul álmodok. Vagy mondjuk egy keresztrejtvényt meg tudsz fejteni angolul. Pontosan. És ez nagyon-nagyon fontos az improvizatív történet. Én megtanulom a szövegeket, elbeszélgetek a stábbal, de az akcentem meg lesz mindenféleképpen, és nincs meg az a típusú, tehát nem éltem kint, és ez azért így érződik. Ugye éveken keresztül napi sorozatoztál. Igen. Ott én, engem mindig ilyen kis epizódokra hívtak, és akkor azt láttam, hogy azok, akik tényleg napi szinten benne vannak, mint te, hogy ott tényleg hét napból hatot biztos, hogy forgattatok, és általában az volt, hogy a forgatási napon megelőző este kaptátok meg a szöveget, hogy az másnapra kell, és én a Gesztesi Karcsinál láttam azt, amikor pont vele volt jelenetem, hogy ő így földszetlizte a stúdiót, mert azt mondta, hogy ez képtelenség, hogy te például hogy vagy így a szövegtanulással. Na jó, tegyük helyre ezt a történetet, mert muszáj. Tehát Karcsi már előző csütörtökön megkapta a szövegeket, mint mi mindannyian. Maximum nem jutott el odáig a rengeteg produkció mellett, jó, és meg is tanulja arra a napot. Na, urbán legendák feloldása. Ennyi kész. Ez a rovatunk és most. És úgy, hogy ő a nevelő apámat játszotta, imádom, szeretem, és egyébként nagyon hiányzik, hogy már nincs közöttünk, mert tudom, hogy őt mindig felhívhattam, és mindig lehetett vele valami hülyeségről beszélni. Bulizni már nem szerettem elmenni vele, mert akkor biztos, hogy annak rossz vége van. De tényleg ő sportot űzött ebből, hogy álmi, az van, hogy mekkorát adtok az álmiról? Ekkorát? Jó, akkor így a hasadra ráragasztanám a szöveget. Biztos, hogy nem ragasztottam a szöveget, tehát ez 1000%. Tehát, hogy amikor láttál ilyen felvételeket, hogy mondjuk ki eszi a főzeléket, éven, hogy ragaszgatták bele a tücék, a kellékesek a kis szövegét, hogy akkor még azért meglegyen az a 2-3 mondat. Tehát azért voltak ilyenek is, és azt gondolom, hogy ez hozzátartozott a karakteréhez, mert egyébként meg annyira természetes volt, és annyira profi volt, amit csinált, tehát mindent meg lehetett tőle tanulni, hogy lehet így reagálni. Én nagyon sokat tanultam tőle, hogy improvizálni, hogy volt jelenetünk, hogy csak a gerincét rögzítettük, és mondta, hogy figyelj, engedjük el. Ez egy baromság. Erről már beszéltünk 8 jeleneten keresztül. Engedjük el a lovat, mi lesz belőle? Rohadt jó jelenet született. Tehát nekem az improvizációs képességemet a vele való 2 éves napi szintű munka az olyan szinten lendítette előre, hogy nem. Tehát most már tényleg nem jövök, hogy esküvőn dolgozom, vagy egy rendezvényen műsorvezetőként. Ezért nincsen gond, mert mindent megoldok. Pontosan azért, mert hogy az improvizációt most már így annyira elsajátítottad az igen, évek alatt. Igen, meg a közös projektünk is az Integrációs Színház. Az pont erről szólt egyébként, hogy nagy részt improvizációkra igen. Építettünk, és hát akkor el is ukadtunk oda, ami egy szintén te tevékenységed, a tevékenység köreidhez hozzátartozó, az ez a ceremóniamesterkedés, meg a műsorvezetés. Ez egyébként így helytálló, hogy ceremóniamesterkedés, mert ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy színészkedsz még, és én nagyon sok embert helyreigazítottam, hogy mondom, figyelj, a hazug ember színészkedik, a színész játszik. Igen. Ceremónia mesterkedés, tegyük helyre a dolgokat. Hát tehát, igen. Hogy most egy olyan dologról beszélünk, amit ugye vőfélyek csináltak még 100 évvel ezelőtt, meg 50 évvel ezelőtt. Tehát a vőfély volt az, aki összefogta a falvakat, és igen. Akkor a hagyományok útján elvezette lánykikérés, versbe mondtam el a húslevest, és általában vállalhatatlanul idióta a játékok. Igen. Tehát nagyon kellemetlenül ittunk egymás cipőjéből, és akkor... Tehát azért vannak ilyen szitu. Én ezt annyira nem éreztem magamnak, és akkor több mint 10 évvel ezelőtt az egyik legjobb barátom megkérdezi, hogy figyelj, tök jól beszélsz, hogy összeadnál minket? Hát te hülye vagy, tehát dehogy adlak. Legyetek egymásai. Persze, jó lesz.
Hát persze, hogy rábeszélt, és akkor ilyen szerte, tehát magamra tettem ezt a rögmagyar valóságot, tudod, piros-fehér-zöld szalam, mert azt gondoltam, hogy onnantól ez így tök jó lesz. Misz önkormányzat, tudod? Az. A mai napig nagyon jókat mosolygok ezen, amikor megjelenik egy ilyen kollega, de természetesen mindenki másképp csinálja. Úgyhogy ott arról az esküvőről már volt 3 felkérésem, hogy figyelj, jövőre van az esküvő, mondom, ez nem, és akkor tudod, ez egyszer vállaltad el, azt nesze neked. Eltartja magától, mert hogy nem tudom a rendszert. De mégis minden nyáron belefutottam 4-5-6, és voltam akkor már 10 esküvőbe, és így elkezdtem magamnak egy rendszert képíteni, és egy idő után már nem csak szertartást vezettem, hanem az egészet koordináltam. Tehát már a konzultációs beszélgetésektől minden, tehát tényleg minden. És akkor eljutottam arra a pontra, hogy tök jó, hogy így vagyok, tök jó, hogy ezt csinálom, de nem érzem a fejlődést, mert már az internet nem segít. A társulatiság ugyanaz, mint a színházban, úgy tudsz fejlődni, hogy olyan csapatban dolgozol, hogy az jó. És volt egy csodálatos osztálytársam, Marosi Viktor az Új Színházban, még amikor ott voltam stúdiós, és egyszer csak belefutottam, hogy ő valami ceremóniamester szövetségnek a tagja. Hát hallottam már róluk, de ez valamilyen elit klub, hát ez nem igazán. És felhívtam a Viktort, hogy figyelj, ez hogy működik? Hát bemutatlak téged Tóth Mihálynak, az alapítónak, és akkor kezdjetek el beszélgetni. És hát azon kaptam magam, hogy valószínűleg egyből egy hullámhosszra kerültünk, és én az első évben rögtön lehospitáltam a rendszerben 30 esküvőt. Ez úgy azt jelenti, hogy 30 napra kell elmenned, 30 estére megnézni a másik kollégákat, hogy hogyan, többi kollégát hogyan dolgozik. Ez a biztosítási rendszer, és a következő évben te, mint diák, már úgy, hogy ceremóniamester vagyok, és a saját klientúrámat betolom a rendszerbe, így is diákként vagyok jelen, és a következő évben arról szavaznak, hogy lehetsz 100%-os tag, és idén így van nekünk is egy ilyen hospitált emberünk, hogy a 13. ceremóniamester meglegyen. És így volt, hogy az idei évben, 2021-ben 300 esküvőn voltunk jelen. Tehát ez hihetetlen egyébként, amin itt végigmentünk, amennyire lehetett egyébként, tehát annyi mindent csinálsz egyszerre, hogy én azon csodálkozom, hogy te most itt éppen is egészségesen velünk szemben ülsz. Ez biztos, hogy benne, hogy épp vagyok is egészséges. Hát nem, mert gonosz karaktereket játszol. Hát holnap nem játszok gonosz karakterek, holnap egy kicsit szinkronizálok, aztán egy Vonó Ignác című előadást játszok a Karinti Színházban, amit ezúton is nagyon szívesen látunk mindenkit. Jaj, a Karinti Színházban gyönyörű. Vonó Ignác este 7-kor. Gyönyörűen megágyaztál neki. Ugye? És ott nem azt mondanám, hogy gonosz leszek, hanem azt gondolom, hogy Fejes Endrével lehet egy nagyon jó utazást eltölteni. És megnéztem, hogy melyik színház van a legközelebb érthez, és hát a Karinti Színház, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk a Bartók Béla úton holnap 7-kor. Pákod van, mert fölpattansz a vonatra, és 9 perc alatt ott vagy, hogyha konkrétan nem akarsz dugóban ülni. Konkrétan. Mert hogy Kelenföldön besétálsz, az csókolom, szevasz, mert az előadás. Én érdéletéből kimaradtam az elmúlt 20 évben, miután nagyjából elköltöztem. Én így felfedezem idén, így a boltokat. Ugye idén Isten, költöztél vissza? Nem, hogy idén, tehát 2 hónapja. Tehát, hogy, tehát idén. Tehát, hogy nagyjából, amikor találkoztunk a fesztiválon, ahol te műsort vezettél, akkor én így kamilláztam, hogy úristen, itt van érdem, hogy itt ilyen fesztiválok vannak. Mert jöttem ide édesanyámékhoz, de úgy nem voltam képbe, hogy mik a változások. Tehát most így felfedezem újra. Nekem nagyon nagy szerelem volt itt a Duna, mint folyó. Nekem de legalább te tudod, hogy van érdem Duna. Mert van, aki nem tudja. Képzeld el. Hogy ne. Tényleg? Képzeld el. Egyébként Budapesten is elfelejtik. Én sem tudtam összerakni, ugye nekem a fejemben mindig az volt, hogy Érd az akkora, mint Los Angeles. Tehát, hogy tényleg, hát körülbelül. Tudsz egy órát menni úgy autó, hogy nem lépsz ki a városhatáron kívülre, és még nem mentél sehova. Semmi, tehát, és akkor azt mondjuk, hogy ez volt Magyarország legnagyobb faluja. És az, hogy igen, a mondás. Hát ez így is volt, és sőt, Európa legnagyobb faluja volt, és hogy egyébként, hogy jön így a Duna? Tehát, hogy terjed ki annyira ez a város, hogy a Dunához is elér. És hát elég egyszerűen. Tehát, hogy nagyon. És egyébként a Duna előbb volt itt, mint a város. Valószínű, igen. Én is így tippeltem volna, igen, földrajz tanulmányaimból. Édesapám itt vízmérnök volt, tehát érdem. Még így a ezt el is mondtad, mielőtt beültél, nyitottad meg magadnak a csapvizet, nyugodtan igyatok belőle, édesapám tudja, tiszta. Tiszta, igen. Érdvize iható, tehát ez itt a reklámhelye. Tökéletes. Úgyhogy igen, tehát a Duna ez egy nagy potencia, de most ez egy ilyen változékony életkorszak, most ezt meglátjuk, hogy meg ízlelgetem, hogy milyen újra itt lakni. Aztán... Én azért örülök, hogy ide költöztél, mert így legalább újra találkoztunk. Egyébként ennek van egy ilyen karmikus része, tehát hogy se...
arra rájöttem, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. Tehát így lett ugye ez a ceremóniamesterkedéssel is visszakötve, hogy a szövetséggel most már mi lettünk az év legjobb ceremóniamestere, Ende Máté kollégámmal. Tehát hogy ezért folyamatosan ilyen fejlődésben vagyunk, és így csinálom, mert hogy ezen kívül én a Covid óta ugye muszáj volt, hogy valami mással is foglalkozzak, és akkor elmentem és csináltam cégeket. Tehát hogy mellette nekem van vállalkozásom. Úgyhogy azokat is vinni kell. Uh-huh. Még valami esetleg, amit alig mondtál pár dolgot magadról. Hogy... Én csak kérdeztétek, tehát én csak válaszolok. Beugró anesteziológus vagy, ami magánkórházban egyik megemelni. Igen. Egy szívműtétre azért, mert beugrok a Honvédba, tehát... Jó, jelzem, ha baj lenne, jó? És akkor Mindenképpen. Számíthatok rám. Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Hogy elrepült az idő? Ugye? Hogy repül az idő, ha boldog az ember? Jó társaságban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindenkinek jó utat kívánok, hogyha elindul Budapest felé a dugóban. Én ezt most majd lehet, hogy vonattal teszem inkább meg. Hát tényleg. Praktikusan. Köszönjük, ugye? Hogy itt voltál. Elő Dámos volt a vendégünk. Nekünk még annyi dolgunk van, hogy a következő óra egy picit speciálisan fog alakulni, mert két bestofot fogunk leadni. De az életfás beszélgetés az egyik. A másik pedig a tegnap a TikTokos emberrel. A Kassa Tamással beszélgetünk, aki egyébként ember. Egy ilyen nagyon, nagyon fura foglalkozása van. Lezárási specialista. Így ez van, a foglalkozása. És nem a technél dolgozik. Gyerekek, valamit még meg kell tanulni. Az van egy pár olyan szakma. Ezt még nem csinálom. Lezárási specialista. Látod? Ezt írd fel magadnak. Nem, ezt már Google-ben és a tömegintimitás szakértője a TikTokon. Így van. Úgyhogy mára sziasztok. Holnap találkozunk. Hello.